Édesem, na? Te nagyon gyúrsz erre a Vacsora király címre, én már látom. A Juliska egy olyan típusú személy, aki egyébként is imád szerepelni, imádja, hogy tévében lehet, imád versenyezni, szeret futni, nagyon-nagyon versenyszellem, nagyon nagy versenyszellem van benne, és biztos, hogy nyerni akar majd. Na, ez az, amit én nem fogok neki hagyni. Én azt gondolom, hogy ő is egy olyan szereplő itt a műsorban, aki nem a saját jogán lett celeb, tehát valaki által lett celeb, tehát a férje által lett ő ismert ember. Én ezeket az embereket hát egy kicsit szánalmasnak tartom. Szerintem a Juliska férje egy papucs, és Juliska viseli ott a nadrágot. Szegény Lacit sajnálom azért, mert hát azért egy domináns nő mellett nehéz érvényesülni. Amit ő tól az a közösségi oldalán, hogy fut, ez, meg mint a családanya, meg példás, szerintem ez mind a felszín. Még nem ismerem őt teljesen, de azért látom, hogy ő is egy karakán nő, és próbál nagyon pozitív lenni, és így belekotnyereskedik mindenben, mint hogy ő mindent tudna. Nem, neki is le fogom törni a szarvát, mindenkinek.